Tizedik évad, második rész. Kínai Joshi Joshi főcsata harckocsi. A 62-es típusú könnyű harckocsi egy lekicsinyített szovjet T-54-es másolat képében kínai páncélos legutóbb pontosan 40 éve szerepelt a sorozatban, de az ország első harmadik évezredben gyártott harckocsiának bemutatásához érdemes ismét az elején kezdeni. Amikor a szovjet T-54-es közvetlenül a II. világháború után 1947-ben hadrendbe állt, a világ egyik legmodernebb páncélosának számított, és bár a szintén kommunista kínaiak csak több mint egy évtizeddel később, 1959-től kezdték gyártani, az 59-es típus így is Ázsia legerősebb páncélosának számított, ezt követően viszont a kínai páncélos fejlesztés háttérbe szorult, aminek két fő oka volt. Sztáli rezsémi alatt Kína jó kapcsolatokat ápolt a Szovjetunióval, amely ezért mások mellett modern hadfelszerelést adott át, Sztáli halála után viszont a helyzet megváltozott. A Szovjetunió új diktátora, Nikita Szergejevics Hruscsov élesen szembe ment elődjével. Többek között leépítette Sztálin személyi kultuszát, és nem próbálta megsemmisíteni a demokratikus országokat, ez viszont Kína első embere, Mao Zedong számára elfogadhatatlan volt, ami törést okozott a kínai-szovjet kapcsolatokban. Khrushchev reformjait a szovjet keményvonalas kommunisták sem nézték jó szemmel, és hamarosan megdöntötték a hatalmát, de Kína az 1950-es évek végétől eltávolodott a Szovjetuniótól, amelytől így nem várhatott technológiai segítséget a problémát súlyosbította, hogy egyetlen évvel az 59-es típus rendszeresítése előtt, 1958-tól Mao Zedong szovjet mintát követve megpróbálta felülről irányított módon a több évezredes tapasztalatokkal homlok egyenes szembe menve modernizálni és gépesíteni a középkori szinten álló kínai mezőgazdaságot, függetlenül attól, hogy ez a Szovjetunióban csak a birodalom élelmiszer központjának számító Ukrajnában közel 4 millió halálos áldozatot követelt. A nagyugrásnak nevezett kínai program hasonló eredménnyel járt. A mezőgazdasági termelés nagyságrendi növelése helyett három év alatt mintegy 30 millió, más számítások szerint több mint 50 millió kínai haltéhen és bár Mao Tse -tung, ezután a nagy proletár kulturális forradalom nevű hatalmi során sikeresen megtartotta a hatalmát, kivégeztetve vagy félreállítva minden ellenfelét, de az érdemi harckocsi fejlesztés csak a kulturális forradalom és Mao 1976-os halála után folytatódott. Mindezek miatt Kína páncélos erejét 40 éven át az ezret fordulóig T-54-es másolatok alkották, a már említett 59-es típust természetesen több alkalommal modernizálták. Például a 100 mm-es lövegét az 1980-as években a brit 105 mm-es páncéltörő löveg illegális másolatára cserélték, de ez nem sokat segített. Ennek oka, hogy az 1980-as évekre már a szovjet csatlós országok is áttértek, nemhogy a T-54-es család utódjára, a T-62-esre, de az ezután kifejlesztett T-72-esre, amely és az új nyugati harckocsik ellen a modernizált 59-es típusú harckocsinak esélye sem volt. A kínaiak egy zsákmányolt szovjet T-62-es tanulmányozva 1982-ben megalkották a 69-es típust, de ez is egy T-54-es klontakart, és még a T-62-es 115 mm-es lövegét sem vették át. Ezt követően a kínaiak folytatták a T-54-es alapú harckocsik fejlesztését. Mások mellett így született meg a 79-es típus, a 80-as típus, a 85-ös típus és a 88-as típus, valamint alváltozataik, de ezek képességei továbbra is elmaradtak kortársaikétől, amelyet jelentős példányszámuk sem tudott ellensúlyozni. A problémát az jelentette, hogy Kína sem a demokratikus, sem a kommunista országoktól nem juthatott harckocsikhoz. Ez a helyzet csak közvetlenül a Szovjetunió vezette keleti blokk összeomlása előtt, az 1980-as évek végén változott meg, amikor a kínaiak Romániától megvásároltak egy szovjet eredetű T-72-es harckocsit, amelyet szétszedtek és lemásoltak. A kínaiak technológiai lemaradása miatt ez hatalmas munkát jelentett, és az így létrehozott T-72-es klón, a 96-os típus csak 1997-ben állt hadrendbe. A 96-os típus évtizedekkel modernebb volt más kínai harckocsiknál, de ekkor már nagy mennyiségben szolgáltak modern nyugati főcsata harckocsik, ezért Kínában megkezdték egy hasonló típus kialakítását. Ez vezetett a Joshi Joshi, magyarul 99-es típusú harckocsi létrehozásához. E páncélos neve nem a hadrend beállításának évét jelzi. A harckocsit gyári kódja WZ-123, a kínai páncélos erők a 99-es típus helyett a ZTZ-99 jelzést használják. A 99 típus alapját a szovjet T-72-es adja, de jelentős mértékben áttervezték, és a legtöbb részegységét modernebbre cserélték. Az egyetlen kivételt a típus főfegyvere adja, E harckocsi a 125 mm-es kaliberű szovjet 2A46-os lövek kínai másolatát, a ZPT 98-ast kapta, és a páncélos töltőrendszere is szovjet eredetű. A harckocsi 42 lőszert szállít, ebből 22 a toronygyűrű alatt kapott helyet. A harckocsik tűzereje automata töltős típusok között igen alacsony, percenként 8 lövés. A löveg képes majdnem minden szovjet és kínai 125 mm-es lőszer tüzelésére. A hagyományos kumulatív robbanófej és űrméret alatti leváló köpenyes lövedék mellett a lövegcsőből irányított páncéltörő rakétát is indíthatnak. Utóbbi legújabb változatának maximális ható távolsága eléri az 5000 métert. A kínai rakéta mellett a harckocsihoz Kína megvásárolta a szovjet 9 119 rakéta licencgyártási jogát is. A főfegyveren túl a 99-es típus egy kínai párhuzamosított géppuskát és egy tetőre szerelt nehéz géppuskát kapott. A ZTZ-99 védelmét a T-72-eshez képest jelentősen megerősítették. A leglátványosabb változtatás a hegesztett torony és a torony nagyméretű páncélzata, valamint robbanóreaktív páncélzata. Emellett az újabb változatot már aktív védelmi rendszerrel is felszerelik, de emellett megtartották a szovjet harckocsi jellegzetes képességét, a kipufogó rendszerbe üzemanyagot fecskendezve füstfüggöny képezhető. A kínai típuson az acélpáncélzat vastagsága a testen körülbelül 100, a torony front részén 220 mm, de az effektív páncélvastagság egyes területeken elérheti az 1000 mm-t is. A módosítások hatására a 99-es típus tömege 52 tonnára nőtt ezért szükségessé vált egy új, a 96-os típus 730 lóerős egységénél lényegesen nagyobb teljesítményű hajtómű beépítése. A megoldást egy új, 1200 lóerős egység jelentette. Az oldalanként 6 futógörgővel rendelkező 99 típus, ezzel épített úton 68,5 km per végsebességre képes. Kína az ezredforduló után összesen öt különböző általános harckocsit fejlesztett és gyártott. Az 59G típus 2013-ban került gyártásba. Ez gyakorlatilag a régi T-54-es bázisú páncélos takarja, de a 96-os típus, a szovjet T-72-es klón módosított tornyával, benne egy 125 mm-es löveggel és erősebb motorral. A kínai haderő jelenleg kivonja T-54-es alapú páncélosait, ezért ezt Kína nem rendszeresítette, de a VT-3-ként is ismert modellt exportálták Tanzániába és még tovább fejlesztve Bangladesbe. A második harckocsi az MBT-2000, későbbi nevén VT-1. Gyakorlatilag egy T-72-es és egy T-54-es egyesítése. A kínai haderő fejletlensége miatt ezt is elutasította, de Pakisztán ebből alkotta meg az Al-Halit harckocsit, és a kínaiak saját változatukat szintén több országba exportálták. A harmadik páncélos a 96-os típus, az emlegetett kínai T-72-es. Ebből mintegy 2500 darabot építettek, kizárólag kínai használatra. 2006-tól a típus modernizált, a 99 típuséhoz hasonló toronypáncélt kapott. VT2 néven exportváltozatát is kialakították, de erre eddig nem érkezett vevő. A negyedik típus az MBT 3000 vagy VT4. Ez gyakorlatilag egy lebutított 99-es típusú harckocsi, kizárólag exportra. Végül az ötödik kínai harckocsi, a 99-es típus. Ennek fejlesztése a pakisztáni kapcsolatú 92 típusú harckocsiig vezethető vissza, amelyből a kínaiak megalkották a 99 es programot. Utóbbiból egy előszériát is építettek, a 98-as típust, amely könnyen azonosítható a torony rátét páncélzatának hiányáról, de a sorozatgyártása csak 2001-ben kezdődött meg, 99-es típus néven, már a külső rátét és robbanó reaktív 2001 és 2011 között mintegy 600 darab 99-es típusú harckocsi épült, de emellett már 2003-ban kidolgoztak egy továbbfejlesztett változatot, a 99A típust, amelyet 2007-től építenek. E modell védelmét megerősítették, mások mellett új robbanó reaktív páncélzatot és modernebb elektronikai rendszereket kapott, valamint módosították a vezető pozícióját, az 55 tonnára növekedett tömeg ellensúlyozására pedig nagyobb, 1500 lóerős teljesítményű V12-es dízelmotort építettek be. A bázismodellt később szintén modernizálták. 2021-re már legalább 1200 darab 99-es típusú harckocsi áll hadrendben, felük modernebb, 99 A-típus kivitelben. A 99-es típus jelenleg Kína legmodernebb hadrendben álló főcsata harckocsia, amely a katonai parádék visszatérő szereplője, de tényleges bevetésére eddig nem került sor, mert az ország az utóbbi évtizedekben elsősorban a tengeren terjeszkedett. Több mint két millió fős aktív állományával hosszú ideje Kína tartja fent a világ legnagyobb haderejét, ez azonban sokáig nem volt több régen elavult technológiájú papírtigrisnél. Az utóbbi évtizedekben Kína egyre agresszívabb terjeszkedésével párhuzamosan a kommunista országban is haderő racionalizálást hajtanak végre, a haderő méretét csökkentik, viszont új, szinte kizárólag Kínában fejlesztett és gyártott fegyvereket és harcjárműveket rendszeresítenek, amelyek megfelelnek a 21. századi harctér követelményeinek. A 99-es típus ezen program páncélos oldala az ország jelenlegi legmodernebb főcsata harckocsia. A páncélos pontos képességeire csak következtetni lehet, mert Kína hagyományosan szinte semmilyen információt nem közöl harcjárműveiről, és a teljes felszereltségű változatot egyetlen országnak sem exportálja. Valószínűleg a 99 típus képességei közel azonosak más kortás általános harckocsikéhoz. A 99-es típus azonban költségterén is paradigmaváltást jelent. Még a jó formán kimeríthetetlen forrásokkal rendelkező Kína sem képes tisztán 99-es típusú harckocsikkal felszerelni haderejét, ezért emellett tovább szolgál a T-72-es alapú 96-os típus modernizált változata. A T-54-es bázisra épülő páncélosokat viszont 60 év után fokozatosan leselejtezik. Talán a kínai harckocsik névleges képességeinél is fontosabb kérdés azok hatékonysága, meg nem erősített információk szerint a gyártási minőség és az elkészült példányok megbízhatósága elmarad a várakozásoktól, és Kína az amerikaiakkal, britekkel, izraeliekkel és oroszokkal szemben az utóbbi évtizedekben modern páncélosai tényleges háborúban nem használta. Ezért a gyakorlati hatékonyság erősen kérdéses. Ettől függetlenül Kína folytatja a még modernebb harckocsik fejlesztését ez azonban már egy másik évtizedre tartozik, én viszont mára megköszönöm a figyelmet.